No hát itt vannak vendégeink. Köszöntöm Önöket, Baranyi Krisztina, illetve Brenner Kolomán. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Mit szóltak a tegnap esti produkcióhoz? Nem is televíziós szempontból, nyilván minket az is érdekelne, hogy ki hogy vélekedik. Szerintem jól sikerült ilyen szempontból is a vita, de tartalmilag hogyan értékelik a szereplőket? Hát talán én az elejét hang nélkül néztem. Olyan volt otthon a helyzet. De így volt a legérdekesebb, hiszen én már elég sokszor hallottam a miniszterelnök jelölteket ezekről a témákról megnyilatkozni, és el is gondolkodtam rajta, hogy az a testbeszéd, a látvány, amit sugároztak, az a kiállás, ha úgy tetszik, hogy ki hogy néz ki, mennyit mosolyog, mennyire tűnik határozottnak, az nagyon fontos lehet majd a választásnál, hiszen azért valljuk be őszintén, olyan óriási különbségek a mondani valóban, a tartalomban nem voltak, bár volt egy nagyon lényeges, ugye itt az alkotmányozás, a kétharmados törvények visszavonásának a kérdése, ahol azért volt törésvonal a jelöltek között, és aki az ilyen finomságokra fogékony, annak ez egy nagyon jelentős mozzanat lehet a választásban, vagy egy jelentős befolyásoló tényező, de eleve az, hogy ott áll öt ember, és öt ember jelentkezik az ellenzék miniszterelnök jelöltjének, az egy olyan eredmény ezután a 10-12 év után, és hogy ezek az emberek egyébként személyeskedés nélkül és tartalmi vitát folytatnak, ami talán még ennél majd kiélezettebb is lehet a második meg a harmadik vita folyamán, az mindenképpen annak köszönhető, hogy előválasztás van, és az előválasztás szerintem az elmúlt 10 év az Orbán rendszer választási rendszerére és egyébként az egész klímára a legjobb adható válasz, amit most adhat az ellenzék. Én hadd folytassam ott, hogy amit talán a kedves nézőknek is elárulhatjuk, hogy mielőtt élőbe váltott a kép, épp azt mondtam, hogy nagyon jó volt számomra személyesen is az a Vox formátum, ahol Mesterházi Attila képviselőtársammal külügyekről tudtunk érdemben szakpolitikai vitát folytatni, és nekem ugyanilyen, ahogy polgármester asszony is elmondta, ünnep volt a ma este, és majd az RTL-en folytatjuk-e valóban, és nem lebecsülve az ATV-t, ahol én nagyon szívesen jövök mindig, ugye az RTL lesz majd az, aki a fideszes kisebb településen kábel tévével nem rendelkező szavazókat is úgy el fogja tudni érni, hogy végre bebizonyítjuk, mondjuk például az, hogy Jakab Péter nem olyan, mint ahogy az M1-en beállítják, mert nekem a tegnapi vitának egyik legfontosabb, nyilvánvalóan elfogult véleményem ezügyben tanulsága az volt, hogy nekem Jakab Péter jött, tehát szakpolitikai szempontból a legrészletesebben kormányprogram ismertetésben és kormányzó képességben, ami azt gondolom, hogy az ő korábban a szélesebb közvélemény számára sugárzott, mondjuk a fideszes propaganda által sugárzós képhez képest, szerintem ez egy nagyon-nagyon újdonság erejével hathatott azon nézőkre, akik esetleg ebben a formában még nem látták azt, hogy mondjuk ő a Jungier rendszerről, az egészségügyről, az oktatásról szerintem meggyőző módon szerepel. Számít a választópolgárnak önök szerint az, amit mondjuk a Baranyi Krisztina is említett az imént, hogy vannak különbségek, akár kétharmados törvény, alkotmányozási kérdéskör, vagy pedig a végeredmény egyedül az, amit átadható üzenet, hogy ezeket meg kell szüntetni, és ennek megvan a jogi módja. Ennél tovább, ennél mélyebben a választópolgárt érdekelheti, hogy ez hogyan valósul meg? Szerintem az a fontos, hogy a legtöbb miniszterelnök jelöltnél láttuk azt az akaratot, hogy igenis ezt a Fidesz-féle egypárti túlhatalmat le kell bontani, és ehhez a megfelelő jogi eszközöket meg fogjuk találni. Szerintem ennél mélyebben már csak azért sem érdemes belemenni, mindannyian ismerjük azokat az alkotmányjogászi fejtegetéseket, amelyeket egyébként fontos majd ebben az előkészítő folyamatban használnunk, de szerintem a magyar választópolgárokat az érdekli, hogy megvan az akarat ehhez, és szerintem ez dönt, és ráadásul a különbségek, amik azért valóban, aki hogy is mondjam, úgy figyelte ezt a vitát, hogy a hangsúlyokra, ahogy polgármester asszony mondta, és mondjuk egy-egy kifejezésnek a használata is ráfigyelt, én szerintem fontos volt az, hogy a különbségek megjelentek, mert nemzeti egységkormányunk lesz, én ezt ugye mindig elmondom, hogy nem bal és jobb oldalnak az összecsapásáról van szó, hanem vannak a tisztességes magyar polgári demokráciában hívők, a jobb-közép Jobbiktól a baloldali liberális és zöld pártokig bezárólag, akik mi most nemzeti egységkormányra készülünk, és van az egypárti túlhatalmat képítő pártállami Fidesz, őket kell leváltanunk.
Hát esetre érdekes volt, például, ha már elnézést még egy pillanatot csak a Jobbikra, de Jakab Péterre visszatérve, hogy meglepően, tehát a parlamenti felszólás és több más megnyilatkozáshoz képest nem mondanám azt, hogy meglepően kulturáltan, de nagyon disztingváltan és nagyon diplomatikusan nyilatkozott és fogalmazott meg, mondom, önmagához képest dolgokat, és ez mindenképpen egy, szerintem a vitának egy nagy eredménye, vagy egy formailag is egy nagyon pozitív összképet adott, hogy miközben mindenki hangsúlyozta a saját véleményét, azért egyre inkább miniszterelnöki felelősséggel, vagy annak jelölti felelőssége, annak megfelelő formában is nyilatkoztak, mint az öten, tehát most nem tenni különbséget, csak mondjuk Jakab Péter, ha már önnél volt a szó, tűnt fel ez leginkább talán, nem tudom, mit gondol erről. Sőt, ha engedik, kiegészíteni a Tamás kérdését azzal, hogy elképzelhetőnek tartják, hogy valóban más pártokhoz tartozó szavazók képesek lesznek szavazni akkor is majd, hogyha nem a saját jelöltjük marad a végső kettőben? Természetesen ezért fontos, hogy ne csak a saját híveit, hanem a többieket is, ugye tudja. Van, és pontosan azért emeltem ki Jakab Péter személyét, mert én szerintem az a hamis kép élt egyébként nagyon sok nézőben, amiről az előbb beszéltem, amit a fideszes propaganda terjeszt Péterről, és én azt gondolom, valóban szerkesztőr egyetértek, tehát ez most átjött, hogy Péter igenis tud felelős államférfiként úgy megszólalni szakpolitikai kérdésekben, hogy integratív módon tudná majd vezetni a nemzeti egységkormányt, és ami a legfontosabb, hogy Jakab Péter és a Jobbik mindig elmondta, hogy fegyelmezetten beállunk a mögé, aki megnyeri az előválasztást, és szerintem ennek is egy nagyon fontos üzenet. Nem tudom mindenki persze személy szerint végigmenni és értékelni, de Baranyi Krisztinát kérdezném, hogy ő neki például lehet ilyen személyeset kérdezni? Ki volt a legszimpatikusabb, ki talált a leghatékonyabbnak a vitában? Nézzen, azt gondolom, hogy ez az előválasztás nagyon sok olyan ember fejbe, aki elmegy, tényleg elmegy a sátrakba, vagy interneten szavazni fog, tehát a legelkötelezettebb szavazók vagy ellenzéki támogatók fejében ez már eldőlt. Mindegyikük tudja, hogy kire fog szavazni. Ezek a viták arra viszont nagyon jók, hogy az kiderüljön, hogy ezek az emberek fognak-e majd tudni együtt dolgozni, mert nincs más, tehát ők vannak, ezekből az emberekből fognak kormányt alakítani, innen lesznek államtitkárok, meg helyettes államtitkárok, nagy, fontos területek vezetői és döntéshozói. És szerintem most tényleg az a legfontosabb kérdés, hogy amikor ez lezárul, és én nagyon jó szándékkal felteszem, hogy mindenki beáll a győztes mögé, utána fog-e működni ez az egész. Mert sajnos a jogi lehetőség az nagyon fontos ahhoz. Ez a bizonyos alkotmányozási felhatalmazás, ha nem lesz meg, nagyon nehéz lesz a dolga az ellenzéknek. És onnantól kezdve ezeket az ígéreteket, melyeknek azért lássuk be, jó része elég demagóg ígéret volt a tegnap este folyamán, de ezeket valamilyen módon végre kell majd hajtani. Gyorsan, mielőtt még egy hétvégi eseményre mennénk, de kapcsolódik ide a Fudán, ugye ez ugyanilyen demagóg ígéret lehet akkor? Tehát csak mondta, hogy nagyon sok demagóg ígéret volt, nyilván arra utalt, hogy nagyon sokan ígértek, több pénz maradjon az embereknél. Erre ezt értette ez alatt? Igen, ami tegnap elhangzott milliárdokban, azok az ahogy szokták mondani, az Isten pénz nem lenne arra elég. Tehát amikor például Jakab Péter erről 600 milliárdról beszélt, amit az oktatásnak adna, azt elfelejtette hozzátenni, hogy az évente kellene ennyi pénz a bérfejlesztésekre. Nagyon sok olyan dolog volt, ami részleteiben szerintem nem volt pontos, és az, hogy jogi felhatalmazás nélkül kétharmados törvényekben vonjunk vissza, vagy abban tudjon az ellenzék mozogni, az egyetlen egy módon lehetséges, és hát az nem a békés út. Ez szerintem világossá kellene tenni a választóknak, mert most nagyon sok miniszterelnök jelölt ígér olyat, amelyet nem lehet kétharmados felhatalmazás nélkül megcsinálni. Azért ezek elég erős mondatok, amiket imént mondok. Igen, én ezzel vitatkoznék, hiszen ahogy az előbb is utaltam, itt Vörös alkotmánybíró úrtól kezdve nagyon sok olyan jogi szaktanulmány van, amely teljes mértékben megalapozza azokat a kijelentéseket, amelyeket akár Jakab Péter is tett, és azért azt le kell szögeznünk, hogy a jelenlegi alaptörvényben is benne van az a passzus, miszerint egyetlen politikai erő sem törekhet kizárólagos hatalomra. És ezt szerintem minden kedves néző belátja, hogy a Fidesz erre törekszik jelenleg, tehát felhatalmazásunk van igenis azokat a törvényeket, akár Fudanról, akár a többi egyetemi alapítványról van szó, akár egyéb kinevezésekről, igenis van módja
egy olyan nemzetgyűlésnek, amely teljes felhatalmazással van egy jól működő parlamenti demokráciában, ezeket a túlkapásokat és túlnövéseket visszanyesni. Még egy nagyon fontos eseménye volt a hétvégének, mindenképpen foglalkozunk ezzel is. Ezzel kapcsolatban nézzük most egy bejátszást a pápa látogatással kapcsolatosan, és aztán beszélgetünk erről a témáról. Jó hangulatban egy viccel köszöntötte a pápa az őt várókat Budapesten. Miért fogunk magyarul beszélni a mennyországban, kérdezte. Mert ezt a nyelvet egy örökké valóságig tart megtanulni, folytatta a poénnal. Bár egy ideig kérdéses volt, hogy találkozik-e a pápa a magyar állami vezetőkkel, mégis sor került a találkozóra a Szépművészeti Múzeum román csarnokában. Kezet fogott a miniszterelnökkel is, aki közösségi oldalán később arról tájékoztatott, hogy kérte a katolikus egyházfőt, ne hagyja elveszni a keresztény Magyarországot. A mise előtt pápa mobilról köszöntötte az egyházfő az Andrássy út két oldaláról integető embereket. Volt, aki csecsemőjére kért áldást. A pápa homlokon csókolta a babákat, ami egyes értelmezések szerint a hűség jele. A pápa pontifikált a zárómisével véget ért az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus is. Ferenc pápa Szlovákiában 3 napos látogatással folytatta körútját. Annyi információ derült ki a pápa, illetve Orbán Viktornak és Áder Jánosnak a találkozójáról, hogy Orbán Viktor arra kérte a Ferenc pápát, hogy ne hagyja elveszni a keresztény Magyarországot. Hát az igazság az, hogy én katolikusként nagyon örülök annak, hogy a Szent Atya ismét hazánkban tartózkodott. Ugye valóban itt az előzetes szervezésben is voltak már olyan jelek, hogy ez nem egy feszültségek nélküli találkozó lesz akár Orbán Viktorral, akár a magyar állam fideszes vezetőivel. Én, aki végighallgatta a Szent Atya beszédét, én figyelemmel végighallgattam, én felhívnám egy passzusra a kedves nézők figyelmét, ahol a Szent Atya pontosan arról beszélt, hogy Jézus Krisztus nem az e világi politikában gondolja az üdvözülést, és gyakorlatilag egy üzenetet küldött a maga végtelenül finom és cizellált módon a Szent Atya Orbán Viktornak, az én értelmezésem szerint. Ezt a passzust nem tudom fejből idézni, a kedves nézők, bocsássák meg, de nagyon jó beszédet mondott a Szent Atya, az pedig diplomáciai jelzés érték, hogy Szlovákiában 3 napot tölt a Szent Atya, nálunk pedig néhány órát sajnos. Menjünk tovább, és nézzük meg, hogy ezen túl még mi az, ami napi szinten érdekli itt a fővárosiakat. Ugye a fővárosban, a Ferencvárosban a parkolási rendszer ugyanazt szeretnék bevezetni, mint amit már a Terézváros is meglépte, már mint hogy a parkolóhelyek 30%-át a helyi lakosoknak biztosítják. Válnak bármiféle ellenállást ennek kapcsán? Tehát megnehezíti azoknak az életét ez, akik viszont nem laknak ebben a kerületben? Nem, hiszen ez egy esti-éjszakai lehetőség, mert most legalábbis az a jellemző, hogy amikor hazaérnek az emberek munkából, akkor nem tudnak leparkolni a saját házuk környékén. Egy kicsit félrecsúszott dolog volt az elmúlt heti testületi ülésen. Mi a kerület minden részén szerettük volna ezt bevezetni, viszont a képviselők többsége a József Attila lakótelepen nem szeretné, hogy bevezessük ezt a bizonyos kizárólagos lakossági parkolási lehetőséget. Ott viszont nem lehet fizetős parkolást bevezetni most a jogszabályok, a fővárosi rendelkezések szerint, úgyhogy ott még ki kell találnunk, hogy ez hogy lesz, mint lesz. De a pandémia alatt tapasztalataink, tehát amikor ugye élőerővel őriztetve alakítottunk ki, akkor még nem volt lehetőség a főváros és a Budapest közút miatt ilyen kizárólagos parkolóhelyek kijelölésére, de mi megoldottuk máshogy, és abban nagyon jó tapasztalataink voltak. Tehát az gyakorlatilag megszüntette a panaszokat a parkolási helyzettel kapcsolatban. Ez mindhárom városrészben egy körülbelül 100 parkolóhely kijelölését jelentette. Tehát ez valódi megoldás lehet most már erre tapasztalásunk. Ugye azért összefügg a parkolási helyzettel, a parkolási gondokkal az is, hogy milyen más egyéb közlekedési lehetőség van a fővárosban. Mit gondolnak arra, a tömegközlekedés nyilván a legfőbb alternatíva, hogy hát komoly gondok vannak, vagy merültek föl most a járművek műszaki állapotát tekintve például, hogy ez csak egy műszaki kérdés, technikai odafigyelés, vagy hát jelentős anyagi forrásokat igényelne, és ennek a hiánya? Hát jelentős anyagi forrásokat igényelne nyilvánvalóan, és kicsit az előző témához is kapcsolva szerintem azt azért egészében is kell látni, hogy ugye valóban a helyben lakóknak joga kell lenni ahhoz, hogy
le tudjon parkolni a saját ház előtt, bocsánat. Ugyanakkor ugye azt is vegyük figyelembe, hogy egyrészt az ország minden részéből ugye hajnalban indulnak az emberek és jönnek Budapestre különböző üzleti dolgokkal, vagy szállítási problémákkal, vagy akár ha csak az agglomerációban élők helyzetére, ha gondolunk, ahol sokkal több P+R parkolóra lenne szükség, és valóban a tömegközlekedés további fejlesztésére, és hát valóban vannak egyes jó lépések például az irányba, hogy még egy egységes jegyrendszer lenne, de itt utalnék arra, hogy hosszú évek óta beszélünk ugye arról, nem is tudom, tizen akárhány éve, ha jól emlékszem, hogy legyen végre, amit még egy nyugat-európai nagyvárosban mindenhol megszoktunk, hogy egységes jegyrendszer van, és mindegy, hogy most villamos, helyi érdekű busz az agglomerációból közlekedünk, tehát szerintem ide egy átfogó koncepció alapján villámsebesen ezekre még ha már pénz kellene. Renner Holmánál van a szó, most beszéltünk a fővárosi, egy kicsit még visszatérhetünk, hogyha van mondani volna a Barány Krisztinának is, de hogy Sopron, a hűségvárosa, egy másik városa is beszélünk, elég érdekes, erős megfogalmazást tett a minap azzal kapcsolatban, hogy kik, kire, miként, hogyan szavaznának, ugye a polgáremberekre vonatkozóan ezt pontosítaná? Vagy igen, én ugye szerdán volt Jakab Péter miniszterelnök jelöltünk nálunk Sopronban, és én Soproni Poncichter polgárként, ezek német nemzetiségű szőlőtermelő gazdapolgárok, német az anyanyelven nekem, és az iskolában tanultam meg magyarul 6 éves koromban, és azt mondtam valóban ezen a nagy gyűlésen, a megtelt egyébként a Széchenyi tér, ami egy ilyen a számok alapján fideszes városban nagyon nagy erődemonstráció volt, ahogy hallom, meg is lett az eredménye a helyi fideszeseknél, és én azt mondtam, hogy tisztes polgárember soha többet nem szavazhat a Fideszre, amely egy álnemzet és álkeresztény párt. Ugye visszatérve egy picit Ferencvárosra, tegnap elhangzott Karácsony Gergelynek a jegyrendszer kapcsán is, hogy nagyon sok olyan eljárást indítottak, ami a korábbi vezetésnek a kérdőjeles üzleteit szeretné lebuktatni. Ferencváros tette hasonlóakat, vagy folyik-e bármilyen hasonló ügy, amiben ugye Márki-Zay Péter elmondta, hogy nagyon jól tudnak működni azóta, hogy átvették a vezetést. Önöknél hasonlóról be tudunk-e számolni? Két olyan ügy volt, amiben rendőrségi feljelentés született, tehát ahol, hogy is mondjam, nem volt eléggé lepapírozva a lopás, a visszaélések, ezekben még tart a nyomozás, egyébként pedig, amit nem lehetett, hogy is mondjam, bűnügyi szakba eljutatni, ott mi egyszerűen megszüntettük azokat a gyakorlatokat, amelyek a pénz szivattyúzását ki seprését lehetővé tették ebből az önkormányzatból. Azt gondolom, hogy a többsége az ilyen ügyeknek pont olyan típusú, hogy egyszerűen nem lehet ügyészségi vagy rendőrségi eszközökkel, hiszen törvényesítették ezeket a lopásokat. Nem lehet fellépni. Én azt gondolom, hogy egy jó kormányzás például abból áll, hogyha hát ha egy pici önkormányzat szintén ilyen nagyságrendben visznek ki pénzeket, ami körülbelül 1,5-2 milliárdos összeg az, amit megtakarítottunk azzal, hogy felszámoltuk ezeket a gyakorlatokat, milyen lehet ez országos szinten, mennyi pénzt jelenthet ez, valószínűleg sok-sok forrást tudunk majd átcsoportosítani valóban közfeladatokra. Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Köszönjük, hogy itt voltak. Szép napot. Köszönjük.